Azért ezt kislánykoromban nem így képzeltem el. Tehát azt hittem, hogy nekem csak a zenéléssel kell foglalkoznom, és akkor leszek sikeres, ha 100%-ig jól csinálom. Borzasztó. Tehát egy ilyen meghasonlás, hogy egyszerre legyél ilyen művész, üzletasszony, anya, nem utolsó sorban, tehát elég könnyen váltok a szerepek között. Nekem ez ilyen organikusan kicsi gyerekkorom óta látszott, hogy valami közöm van így a zenéhez, állandóan táncikáltam otthon. Állandóan volt valami pedagógus, aki így rágta apukám fülét, hogy ezzel a kislányjal foglalkozni kéne, be kéne iratni iskolába. Tehát én egy picit ez a klasszikus utat bejárt énekesnő vagyok, hogy tényleg kicsi korom óta gyakorlatilag erre a pályára készülök. Én nem egy zenész családból jövök, meg nem egy értelmiségi családból. Így lövésük nem volt arról, hogy zeneoktatás vagy művészeti pálya az úgy mivel jár. Engem sose féltettek, mert nem tudták, hogy ez mi. Tehát apukámnak ebből csak az jött le, hogy eljött a kis daléneklő versenyek, és akkor csillogott a szeme, büszke volt, tehát emiatt viszont tök nagy terem volt. Nekem onnantól kezdett el bizonytalanságom lenni, amikor kikerültem így az iskolákból, és akkor így, most akkor mi lesz velem, vagy hogy leszek énekesnő, vagy az vagyok már, vagy még nem vagyok az. Szóval ez egy érdekes út, mire az ember ebből a kis kicsike énjéből, ahol megszületik benne a gondolat, meg a célja, meg a vágya, azt hogy valósítja majd meg felnőtt fejjel. Szeretek a dallamokkal, stílusokkal játszani, rengeteg elemből tevődik össze egy-egy bogidal. És az az érdekes, hogy közben meg azt is gondolom, hogy ez soha az életben nem fog véget érni, ez a fajta tanulás. És sosem értettem gyerekkoromban, amikor így mondták a tanárok, hogy hát, majd életed végéig fogsz tanulni. És ezt nem értettem, ezt a mondatot nagyon-nagyon sokáig, mert alig vártam, hogy már ne kelljen tanulnom, hanem így csinálhassam a dolgaimat. Így felnőtt fejjel ez teljesen helyre került. Számtalan tengernyi lehetőség áll előttem, hogy kipróbáljam magam bármilyen stílusban, bármilyen zenét csinálhatok. Hát ez csak az én kreatív kis játékos kedvemtől függ, hogy éppen mifelé kanyarintok egy dalt. Akkor az első lemezemet készítettem, tele voltam ilyen megfelelési vágyjal, vagy iszonyatosan érdekelt, hogy majd mit fognak gondolni, mit fognak mondani. És most a negyedik lemezemet készítem, és most már nem ez a fő gondolatiságom, hanem az, hogy hogyan tudom legjobban azt a fajta zenei világot kibontani, ami bennem motoszkál. Folyamatosan azon agyalok, hogy tudnék még több emberhez eljutni. Mert hogy az, amit én csinálok a magyar piacon, az egy meglehetősen réteg dolog. És én közben tudom, hogy ez nem egy nehéz zene. És tudom, hogy ez sokkal több ember is be tudná fogadni. Ez egy örök dilemma, hogy lehet szélesebb közönséghez eljutni, hogy tényleg az az út, hogy az embernek el kell menni a televízióba, vagy mainstream zenét kell csinálnia, vagy kicsit lejjebb kell adni a művészi igényeiből. Én hiszek abban, hogy ezt lehet úgy csinálni, hogy megőrzi az ember a saját integritását, de közben egy picit formálja így a közízléshez. Úgyhogy most a negyedik albumot azt ilyen balanszírozással töltöm, próbálok erre figyelni, hogy megmaradjon a organikussága, meg így a bogis dallamvilága a zenémnek, de közben hangszerelésében már egy picit hajaz ezekre a 2021-es hangzásvilágokra. Ezt a jelzőt nem én aggattam saját magamra, hanem így három lemezen már túl vagyok, és a harmadik lemeznél kristályosodott ki számomra az, hogy tényleg mi az a bogis dallam. Most a bogis dallam az általában úgynevezett moll hangnemben íródik. Én nagyon szeretem a kicsit ilyen fanyarabb dallamokat. A másik jellegzetesség, hogy nagyon sokszor írok 6-8-atban dalt, ami meg ez a franciás, sanzonos világot hozza be. Majdnem minden bogi dalban benne van egy-két ilyen sanzonos hanglépés, vagy figura. Ezeket én most már így tudom, meg így érzem. Ezt egy első lemeznél nem éreztem még egy másodiknál se, de a harmadiknál már így meg így tudtam, hogy hogy lesz ez olyan bogis. Egy örök dilemmája egy alkotónak, hogy egyszerre szeretne önmegvalósítani, és egyszerre szeretne nagyon sok embernek énekelni. Nekem azért voltak ilyen kiugró sikereim, például a Parfüm kapcsán, ahol tényleg egy 2 hét alatt jutott el a dalom minden kontinensre. Megtapasztalhattam azt a kicsiny jazzklubból indulva, hogy milyen az, hogyha viszont nem a jazzklubban énekelsz 200 főnek, hanem 200 millió embernek. Minden lépcsőfokot bejártam, és nekem mindig voltak ilyen kiugró dolgok. Organikusan is építkezek mindig, de vannak ilyen furcsa fellövellések, amiket
amiket egyébként tök nehéz akkor így feldolgozni, hogy mi a fene történik. Megtapasztalhattam kicsit is, a nagyon nagyot is, a közepeset is. Ez egy nagyon jó érzés, amikor azt érzed, hogy tudsz olyan dolgot adni az embereknek, amitől ők boldogok. Én például tök sokáig nehezen mertem azt mondani, hogy én örömet okozok saját magamnak az énekléssel, mert azt gondoltam, hogy akkor ilyen önző leszek is, hogy hát zenélnem azért kell, hogy a másoknak adjak. Csak akkor tudsz igazán adni, hogyha saját magad számára is örömet okozol. Én olyan zenékkel értem el kiugró sikereket, amik valójában nem illeszkednek a trendbe, és mégis amikor valamiért elért sok embert, akkor működött, és nem mondta ez a sok ember, hogy jaj, nem akarok ilyen zenét hallgatni, mert ez olyan furi. Lehet, hogy nekem az az utam, hogy ilyen kis kiugró dolgokat kell csinálnom. Tényleg az, hogy mindenkinek szerintem máshogy alakul a pályája. Mindenki másban erős, más lehetőségek találják meg. De ami szerintem nagyon-nagyon kell ehhez a pályához, az a kitartás. Tudom, hogy nagyon sok énekes például azért nem megy énektanárhoz, mert attól fél, hogy így átváltoztatja a hangját. De hogy közben szerintem kell egy technikai tudás, mert nem tudsz egész életedben az ösztöneidre támaszkodni, mert nagyon sokszor becsapnak az ösztönök. Nekem az egyik legnagyobb felismerésem a tavalyi évemből, akkor tudok nagyobbakat fejlődni, hogyha lelkileg is lépek egy szintet. Egyszerűen kell, hogy lélekben is utolérd önmagad, és ez egy életfeladata, hogy az ember megtanulja saját magát szeretni, de ezen az előadó művészi pályán szerintem ez baromi fontos, mert minél jobban szereted magad, annál jobb helyekre nyílik a torkod, meg a lelked. És amíg te se vagy magaddal rendben, megfelelések gyötörnek, addig nagyon nehéz egy olyan levegőt venni, ami után már csak ki kell nyitni a szádat, és ömlik belőle a hang. Addig, amíg a szoba falainak énekelsz otthon, meg gyakorolsz, plusz feszültség, meg koncentrálás egy olyan tevékenységre, aminek egyébként áradnia kéne. Áradni én színpadon tudok. Tehát amikor én itthon gyakorlok, akkor egyből elkezdek figyelni, egyből elkezdek feladatot megoldani, és hogy ugye ez nagyon nehéz a zene oktatásban, meg szerintem általában a művészet oktatásban, hogy az ember megtanuljon úgy gyakorolni, hogy igazából nem gyakorol. És például a legjobb gyakorlási módszer nekem az, amikor úgy gyakorlok, hogy közben teljesen más csinálok. Mosogatok, takarítok, pakolászok. Előbb-utóbb az ember megismeri a saját testét és működését, és sokkal stabilabb tükröt tudsz lenni. Én most jutottam el oda, és ez lehet, hogy kellett amúgy a két gyerek. Ennyit kértem, mégsem értem, százszor mondtam, mégis féltem. Azáltal, hogy átéltem két várandóságot, teljesen más test tudatom van. Sokkal jobban tudom, hogy mi hogy működik. Ami nagyon érdekes, nem tudom, hogy miért, de biztos vagyok benne, hogy a várandóságaimnak köze van hozzá. Két gyereknél annyira felértékelődik az én időd, nem engedhetem meg magamnak azt, hogy így órákat eltöltsek azzal, hogy így bizonytalankodjak, hogy jaj, most jól veszem a levegőt, jaj, most nem. Tehát van az az egy órám, akkor százat kell tolnom különben, nem tudom megcsinálni a feladatomat. És régebben, amíg nem voltak gyerekeim, és nem volt ennyire beosztva az időm, addig hajlamos voltam így a saját mocsaramba fetrengeni, így bizonytalankodni, jaj Istenem, most ez teljesen megszűnt. Ehhez a szakmához kellenek nagyon jó barátok, és nagyon stabil család. Mert tényleg annyira végletesek tudunk lenni, annyira sokszor érezzük magunkat kiszolgáltatottnak. Szóval nem véletlenül van az, hogy ebben a szakmában nagyon sok a szenvedélybeteg. Mai mainstream könnyű zene nagy része ilyen hazugságokra épül. Megpróbálunk ilyen illúziókat elhitetni az emberekkel, mindenféle eszközökkel, a social media használata is benne van. Önmagam számára ez mindig egy nagyon fontos dolog volt, hogy én ne csapjam be magam, tehát ne legyen az, hogy úgy kelek föl másnap, hogy csak ezért volt jó a koncert, mert ittam két felest. Szerintem ez tök gáz. Engem ez annyira bánt, hogy a közvélekedés, a mi szakmánkról az általában az, hogy dorbézolunk, és közben meg azt a sok-sok befektetett munkát meg nem feltétlen látják az emberek. Mindig azt éreztem az ilyen alkohol és drog témában, hogy egyrészt becsapnám saját magam, és becsapnám a közönséget. És engem mindig az foglalkoztatott, hogy tudok úgy 100%-ig önmagam lenni a színpadon, és 100%-ig felszabadult, anélkül, hogy én bármilyen szert használnék. És szerintem az a kihívás. És nem az a kihívás, hogy megiszol egy felest, és akkor fú, de jól vagyok a koncerten, mert az igazából egy hazugság.
Én biztos, hogy ezt a szakmát csak azoknak javaslom, akik ilyen mazohisták, vagy nem tudom. Hát például a kislányaim elém állnának, hogy anya, énekesnő akarok lenni, hát azt mondanám, hogy az iszonyat lelki erő kell, kitartás, szorgalom, hit. Soha nem szabad feladni, mindig keljél föl, ne kenődjél el, nem baj, ha nem nézték meg sokan, higgyél magadban, hidd el, hogy fontosabb, hogy értéket csinálj, mint hogy megfelelje, nem tudom én. De azért így remélem, hogy nem akarnak énekesnők lenni. Az én lelki állapotom az egész családon végigmegy. Tehát ezt szokták mondani, hogy ugye az a nő a tűzhelye a családnak. Most oké, hogy mi nem vagyunk egy ilyen klasszikus család, mert én nem vagyok egy... Tehát én is dolgozok, tehát nem vagyok egy teljesen háztartásbeli, de arra nagyon próbálok figyelni, hogy tényleg megőrizzem ezt a balanszt. Mert amint én borulok, mindenki hiszt is, de tényleg, és ez így végig söpör mindenkin, a macskától kezdve, az Imolán, a Lenkén, és akkor borzasztó. Ha viszont az van, hogy így ügyesen balanszírozok, a munka, az alkotás, a háztartásvezetés, a gyerekekkel való foglalkozás között, akkor tök jók a napjaink.